Joseph Borrell, az Európai Unió külügyi főbiztosa kedden Brüsszelben úgy nyilatkozott, örül annak, hogy több országban, például Lengyelországban is végre megkezdődött az ukrán pilóták kiképzése az F-16-os vadászgépek vezetésére. Ezzel szemben Juri Ihnát, az ukrán légierő szóvívője egy keddi tévéműsorban pontosította az ukrán pilóták F-16-os vadászgépeken történő kiképzéséről szóló bejelentéseket. Mint fogalmazott, a pilóták kiképzése még nem indult el, Egyenlőre csak az előkészületek zajlanak. Az ukrán szóvívő viszont üdvözölte, hogy létrejött egy több országból álló koalíció, amely támogatja ezt a lépést, és elmondása szerint már vannak olyan országok is, amelyek készek F-16-os gépeket adni Ukrajnának.